sportosat. Híradónk vendége Krebs András, a Kincsen Nemzeti Kft. Marketing vezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Hát véget ért a galopp szezon 2022-ben, eljött ez is. Megvannak-e már a bajnokok? Tudod-e már? Hát igen, minden kérdésre pont került. Ez azért tette fel ezt a kérdést, hogy ilyenkor, mert ugye most ért véget, tehát éppen pár órája futott be az utolsó telivér is a célba, hogy ilyenkor van még olyan, hogy pár napig még esetleg valamit át kell nézni, óvás, vagy valami, nem tudom, hogy szokott ilyenkor, mikor zárjátok le, ez volt ebbe az évbe is kész, és most már nem lehet appellálni ellene. Hát előfordulhat, de elvileg ilyen probléma most nincsen az idei évben. Most volt múlt vasárnap az utolsó lóversenyfutam a Kincsenparkban, galoppfutam a Kincsenparkban. Március közepén kezdtünk, és november végéig tartott ez egy hosszú szezon, pláne, hogyha nézzük a teljes régiót. A legfontosabb kérdés, vagy a legutolsó kérdés az volt, hogy ki lesz a galopplovas sampion, hiszen az utolsó versenynap közepén dőlt el nagyjából, három pályázó volt. Az utolsó napra fordulva győzelmi számok sorrendjében mondom, ifjabb Kozma István, Sztanyiszláv Georgiev és Suták Csenge. Olyan sokszor volt már, hogy ketten mentek fej-fej, de elég régen volt olyan, hogy hárman igen, az utolsó pillanatban. És úgy voltak, hogy 28-27-26 volt a győzelmi szám, tehát abszolút nyílt volt. És végül is ifjabb Kozma István még egy négyest behúzott, és ezzel végül is maga biztosan ő lett a legeredményesebb galopplovas. Egyébként mindkét két riválisa még nyert egy-egy verseny, tehát abszolút nyílt volt a verseny, és hát ilyenkor azért, akik a championátisért küzdenek, azokat ilyenkor tömik lóval, egy jobbnál jobb esélyű lovakat lovagolnak. Na, akartam kérdezni, hogy ez most akkor ez hogy volt ilyenkor? Például most Kozma azt mondta, hogy ezt nem fogadom, nekem arra lóra ülök majd fel, tehát ez ilyenkor hogy történik? Hát főleg egy ilyen kiérezett helyzetben. Azoknál a lovasoknál, akiknek nagy istálója van, vagy nagy istálónál dolgoznak, azoknak azért könnyebb dolga van. Ilyen szempontból mind ifjabb Kozma István, mind pedig Sztanyiszláv Georgiev jobb helyzetben volt, mint a kolléganőjük. Kovács Sándor istálójában lovagol ifjabb Kozma István, tehát ott azért 50-60 ló áll ilyenkor a rendelkezésükre. És egyrészt az istáló remek formában volt egész évben, de ősszel meg még inkább. Így ott szerintem talán könnyebb dolga volt a lovasnak. Ilyenkor elnézést, ilyenkor melyik lovat indítsák utolsó? Ilyenkor nézték azt is, hogy ez egy újabb győzelmet jelenthet a Kozmának? Hogyha azt indítjuk, és most nem a másikat, tehát lehetett egy ilyen variáció is? Biztos, hiszen a trénernek is és a lovasnak is az az érdeke, elsősorban a trénernek és a tulajdonosnak, hogy olyan lovat indítsanak, amelyiknek jó esélye van egy futamban, és az meg szerintem evidens volt, hogy az istálónak mondjuk két lova fut egy futamban, akkor a jobb esélyű lovat lovagolja az első számú lovas. Ez így szokott lenni mindig, és ez ilyenkor meg hatványozottan. Georgiev mögött is viszonylag nagy istáló áll, úgyhogy azt gondolom, hogy ő is egész évben stabilan tudott jó és jó sanszokat lovagolni. Ilyen szempontból Suták Csengének volt a legnehezebb dolga, mert egyrészt ő az édesapjánál első számú lovas, ott azért jóval kisebb a merítési lehetőség, bár azok a lovak is nagyon jól mentek, illetve ilyenkor jön az, hogy más trénereknél milyen adódó alkalmak vannak egy-egy lovaglásra. Ilyen szempontból azért Csengének jó dolga van, mert szinte mindenki szívesen ülteti a lovaira. Úgyhogy mindegyik lovasnak volt bőven lehetősége, és egy remek hajrát láttunk. Akkor egész évben kiérezett volt a három zsoké között ez a harc? Főleg az utolsó hetekben, hónapokban. Először úgy tűnt, hogy még egy ifjú titán is beleszólhat a küzdelembe. Ő Kolumbán Őrs, neki nagyon jól ment az év első felében. Volt olyan verseny időszak, amikor az első negyed év után talán ő volt Georgievvel fejfejt az élen. Aztán ifjabb Kozma István egyre jobban belendült. A lovai nem csak a kisebb versenyekben, hanem a nagy diakban is, és szerintem ez így szeptember tájékán akkora lökést adott neki, hogy utána gyakorlatilag mindennel nyert. Tényleg a nagy díjakat melyik zsoké nyerte ezek között? Georgiev, illetve ifjabb Kozma István nyerte a legtöbbet az idei esztendőben. Elég, ha csak a 100. magyar derbi győztes prezidentre gondolunk, ezt Sztanyiszláv Georgiev nyerte ezt a nagyon szép címet. Ifjabb Kozma István pedig ebben is kiemelkedő volt, nem csak önmagához képest, hanem a szezon teljes
időszakát nézzük, mert tavasztól őszig folyamatosan szállította a nagy díjgyőzelmeket. Egyrészt Mágnes Miskával megnyerte a nemzeti díjat, aztán Mágnes Miskával a kisebb versenyek, vagy a rövidebb távú versenyekben, nagydíjakban is jó volt. Aztán volt neki egy hármas fantasztikus sorozata Simple the Best nevű kancával. Vele 6 hét alatt nyert gyakorlatilag 3 nagy díjat, és még ezen kívül is volt számos komoly lovaglása és helyezése, és ami örömteli lehet számunkra, hogy hosszú idő után magyar születésű lovas lett a legjobb. Mit lehet róla tudni ifjabb Kozma Istvánról? Ifjabb Kozma István gyakorlatilag itt nőtt föl a Kincsenparkban, illetve Dunakeszi alagon. Az édesapja is egy ismert személy a Kincsenparkban, versenyben is lovagolt, jó néhány versenyben, sok győzelme is volt, és hát azt a szakma apáról fiúra szállva gyakorlatilag egészen fiatal gyerekként került be a sportág vérkeringésébe, és hát végigjárta a ranglétre, tehát volt lófelvezető, egészen fiatal korában a jártatóban vezette föl a telivéreket, aztán utánpótlás lovas volt, és így szépen lassan, ez most már több mint 2 évtizede elindult a zsoki karrierje, és az elmúlt esztendőkben látványosan tovább tudott fejlődni, illetve sokkal eredményesebb lett, és most pedig gyakorlatilag ennek a sok-sok éves munkának aratta le a gyümölcsét. Ez az első sampionátusa? Ez az első sampionátusa. Hány éves? Hát van 40 körül, de lehet, hogy fiatalabb egy picit, most lehet, hogy kikapok. Nem is az a 40 körül, de hát akkor fiataloknak mi nem kell aggódni, és nem jön össze. Tehát ez idő az kell, míg beleér? Az biztos. Hát egyrészt sosem szabad föladni, másrészt pedig az a sok-sok éves munka, de ahogy mondtam, az a 2 évtized, amit belerakott a sportba, az meghozta a gyümölcsét. Többször volt ő már helyezve, és szerintem, és ezt mindig ő is kihangsúlyozza, hogy lehetőséget kell adni a magyar lovasoknak, mert ha nagy versenyekben nem ülnek föl a magyar lovasok, mert külföldieket hívnak, akkor egész egyszerűen nem is tudnak nyerni, hiszen ott sincsenek, csak a padon nézik az eseményeket, és elég sok lehetőséget kapott szerencsére, illetve idén a megszokottakhoz képest talán kevesebb nagydíjban láttunk külföldi lovast, amiből minden magyar lovas tudott profitálni, és a legtöbbet pedig ő. Mit jelenthet neki ez most, hogy sampiátus címet nyert? Jövőre még több favorit lovat kap majd, vagy mit tud ebből nyerni? Hát szerintem a világot jelenti ez most a számára, hiszen ez egy óriási siker. Jó, ez siker. A feeling, oké, okay, de... Az önbizalmának szerintem egészen biztosan jött, tehát bár szerencsére sosem volt egy ilyen szempontból problémás lovas. Nem megbecsülés, anyagi sikerek. És hát így van, a jövő esztendő ilyen szempontból egy fokkal talán könnyebb lesz a számára, hiszen hogyha jön egy nagy verseny, ha jön egy versenynap, akkor nem a külföldi lovasoknak a telefonszám után kapkodnak a tulajdonosok, trénerek, hanem szépen megnézik, hogy ki az, aki ráér, és többek között akkor a Kozma István nevét is majd beütik a telefonba. Mennyi van még benne? Hány év? Hány évtized? Miután nagyon jó testalkatú lovas... Tehát nem kell fogyással szenvedni, ugye? Hát hiszen nem minimális súly problémája van mondjuk a többiekhez, vagy a nagy átlaghoz képest. Szerintem még sok-sok szezon benne lehet. Kállai Pál, hasonló? Hát azért Kállai Pál szintű lovas. Mármint most én alkatilag... Alkatilag nem, ő sokkal filigránabb, magasabb is, filigránabb is, más izomzatú. Kállai Pálok azért nem születnek minden évben, de szerintem most olyan paszban van, hogy akár évekig is trónon ülhet. De ahogy mondtad, azért már vannak fiatal, feltörekvő fiatalok is. Vannak, több jó és egyre tehetségesebb fiatal lovas is van, tehát nem lesz könnyű dolga, hiszen ebben a nagy vetélkedésnek az árnyékában, illetve nem árnyékában, reflektorában azért ott volt Kolombán Őrs nevű lovas, akinek voltak nagyon szép időszakai az idei esztendőben. Akkor meg kell említenem Sándor Péter lovas nevét, aki az idei évben, hát nem most tűnt föl, hanem a nagy közönség számára idén jelent meg, és minden harmadik versenyét megnyerve közel 10 győzelmet aratott, ami az ő korosztályában, az ő kategóriájában egy csodálatos versenyszám. Akkor Kelemen Zénó már az elmúlt években is mutogatta az oroszlán körmét, most is nagyon-nagyon jól és eredményesen szerepelt,
és szerintem rajtuk kívül is lesz még egy-két fiatal tehetség, aki a jövő esztendőben egészen biztosan meghatározó lehet. Suták Csenge meddig lók itt a női zsokék közül? Hát most egyértelműen ő a legjobb, a number one, mellette Göncé Rebekát kell kiemelni, aki hasonló győzelmi, vagy majdnem hasonló győzelmi számokat produkál. Suták Csengéről azt kell tudni, hogy a legeredményesebb női magyar zsoké most már, bőven 100 fölött van a győzelmeinek a száma. Azt kell mondjam, hogy rajta múlik gyakorlatilag, hogy ezt a sportot, ezt a nehéz sportot meddig tudja űzni. De hogy látod, meddig szeretné? Hát amennyire szívós és komoly akaraterővel rendelkező sportolóról beszélünk, szerintem még benne is sok-sok év benne van. Ne feledjük, hogy van egy gyermeke, tehát hát a szülés az... után is vissza tudott jönni topformában, tehát ez sem akadályozta meg abban, hogy ne jusson vissza a csúcsra, mert szerintem egyértelműen a csúcson van, ez egészen fantasztikus karrier az övé. Úgyhogy szerintem továbbra is a fiúk lenőben nem felelő lesz majd. Vannak egyébként? Jelentkeznek női zsokék? Óriási, csak úgy, mint a többi lovas szakákban, a fiatal lovat szerető, telivéreket szerető lovasok száma az magas. Ezt egyrészt onnan tudjuk meg, onnan látjuk, hogy nagyon sokan kérnek lovaglási engedélyt, az amatőr státuszú versenyekben szinte csak lányok lovagolnak, aztán a Póni Galop versenysorozat, ami idén még szervezettebb volt az idei esztendőben, ott egy-két fiatal kivételével szinte mindenki lány, itt a 10-12-14 éves korosztályról beszélünk. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt már a Kincsen Parkba, idén pedig egy versenysorozattá bővült ez a Póni Galop verseny. Az utánpótlásunknak a legnagyobb bástyája ez a versenysorozat, vagy az egyik legnagyobb. Például most a Kapuzáron és itt a plusz 3 fokban 4 póni futam volt a telivérek verseny előtt. Vannak jelentkezők, s élvezik. Abszolút. Azok, akik szeretnek lovagolni, akik szeretik a sebességet, azok előbb-utóbb a Kincsenparkban kötnek ki. Mi volt ebben az évben a legrázósabb pillanat Kincsenparkban? Szerencsére ezen most gondolkoznom kell. A legszebb pillanatot azt egyértelműen a 100. magyar derbinek kell, hát hogy mondjam. Hát a száros bűvöletében, igen. És hát azért is mondom ezt a 100, mert addig gondolkoztam, hogy mi lehet a legrázósabb. Számomra az volt a legrázósabb, mint szervező, hogy például ezen a derbi napon minden klappoljon, minden jól alakuljon. Lekopogom, nagyon rázós esemény nem történt. Baleset? Kisebb balesetek mindig előfordulhatnak, hiszen mégis egy veszélyes sport, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden rendben. Tehát nem volt semmilyen nagyon komoly baleset, vagy nem. Ilyesmi. Doping? Doping vizsgálatok vannak folyamatosan, és hát igyekszik a versenyszervező, hogy itt a mindenféle doping problémák elébe menjen. A nagyszámok törvény alapján óhatatlanul benne van egy-egy pozitív doping eset. Volt tettenérés, és hát a versenyszervező, meg illetve akinek ez a dolga, a versenybírók első fok, másodfok pedig ilyenkor végzi a dolgát. A pálca használat most már lecsengett, most már mindenki berögzült, hogy mit, hogyan lehet. Hát ez az ostor használat az folyamatosan egy sarkalatos pontja a lóversenysportnak, nem csak itt, hanem külföldön, illetve a galopsportnak. Én azt gondolom, hogy a szabályokat szerintem szinte mindenki most már azért, ha éjjel fölébresztik, akkor is maximálisan tudja és betartja. Lóállománnyal hogy álltatok? Most arra gondolok, amennyit neveztek lovat. Mennyi? Sok volt tavalyi évhez képest, kevesebb lovat neveztek erre az évre összességében? A 3 évesek tekintetében volt egy szép fellendülés, hogy arra azért lehetett számítani, hiszen már tavaly, tehát 2020 nyarán tudva volt, hogy rekorddíjazás lesz majd a 100. magyar derbinek, az 30 millió forint, ami az egész régióban a legmagasabb versenydíj volt, síkversenyekben, ennek azért volt egy hatalmas felhajtó ereje, tehát nagyon sok akkori 2 éves lovat vásároltak, illetve idén tavasszal is kerültek be lovak a rendszerbe. Ha azt nézzük, hogy milyen nehézségek vannak mondjuk így a téli időszakban, hogyha körbenézünk a világban, itt az energia, a takarmányárakra gondolok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal rosszabb is lehetne a helyzet. Tehát valamennyivel kevesebb lovat vásároltak eddig,
ami abszolút érthető, amikor egy gazdasági konjunktúráról beszélünk, viszont a megvásárolt lovaknak mind a származása, mind az ára, viszont egy nagyon szép és előremutató. Kevesebb ló került most az országba ősszel, viszont sokkal több ér, sokkal magasabb ára, sokkal magasabb nívón vásároltak lovakat, úgyhogy nem is mennyiségi, hanem a minőségi vásárlások irányába mentek el sokan. A jövő évi versenynaptár hasonló lesz az idejével? Mind a két szakágat, ha nézzük, akkor gyakorlatilag igen. Tehát van egy versenygerinc, ez a kiemelt nagyversenyek, tenyészversenyek sorozata, és ekkor épülnek föl a keretprogramnak a futamai. Uh-huh. Tehát most is vagy jövőre március közepén elkezdődik, és november végéig gyakorlatilag tart. Igen, tehát jelentős változás egészen biztosan nem lesz. A tervek szerint, ha galopról beszélünk, akkor március közepe, március végén indulhat a szezon. Reméljük, hogy azért nem lesz egy kemény telünk, azért ez mindenki most azért ennek drukkol. És hát november végéig futottunk idén is, ami azért is egy nagy dolog, mert egyrészt, hogy olyanok a körülmények, hogy gond nélkül lehet a szintetikus pályán versenyeket tartani, másrészt pedig nincs a környező országokban ilyenkor verseny. Uh-huh. Tehát például most a Kapuzáron is volt Szlovákiából érkező telivér, volt olyan cseh versenyistál, amelyik 600 kilométert utazott azért, hogy még a lovaikat meg tudják futtatni, hogy még kicsit edzésbe tartsák őket, rutint szerezzenek. Úgyhogy ez mindenféleképpen értéke a Kincsen Parknak, és ezt az értéket ki szeretnénk használni, hogy kicsit tovább húzzuk, nyújtsuk a versenyszezont, mint a szomszédos ország pályái. Egyébként milyen galopály? Jó? Nem kell most nagy munkálatokat végezni rajta? A lovasok, a trénerek elmondása alapján tökéletes állapotban van a Kincsen Park, erre óriási figyelmet is fordítunk, és hát egyrészt a Kincsen Parkban dolgozó, heti szinten dolgozó lovasok visszajelzése is nagyon fontos, illetve minden esetben a külföldről érkező lovasok visszajelzése az, ami még meghatározó, illetve hát ilyenkor mindig megkérdezzük tőlük, hogy miért ezt a versenyt választották, mi miatt jönnek most a Kincsen Parkba versenyezni. Örömmel mondhatom, hogy jó híre alakult ki az elmúlt években a Kincsen Parknak, mind az ügető, mind a galopályájának. A gyepája az egészen fantasztikus állapotban volt egész évben, a 40 fokos szárazság, illetve a tavaszi-őszi nyírkosabb idő ellenére, és a szintetikus pálya pedig hát egész évben állandó minőséget nyújt. Van ott egy olyan, hogy agárbajnokság Kincsen Parkban. Van még? Van, és még lesznek is agárfutamok. A Kincsen Parkban van egy úgynevezett második helyi tribűn, ami korábban a lóversenyt szolgálta, és annak az előtti részen történt egy komolyabb fejlesztés, az a Nemzeti Agárstadion, és az agárpálya közepén pedig van egy rögbi pálya, tehát egy dupla hasznosítású területünk van, és most már az elmúlt években egyre népszerűbb az angol agaraknak a versenye. Idén még kétszer lesz versenynap, az ügető napokkal kombinálva, és például az ügető szilveszterre majd december 31-én ezzel fogjuk zárni a versenynapot agarakkal. Az agarakkal. Ügető szilveszter, gondolom, szokásos forgatókönyv? Gyakorlatilag igen, de minden évben szeretnénk egy kicsit változtatni. 13 órakor nyitjuk majd, illetve már déltől nyitjuk a kapukat, hogy mindenki szépen kényelmesen megérkezzen december 31-én az ügető szilveszteren, és ez abszolút, tartjuk azt a hagyományt, hogy ez egy before party, az ország legnagyobb szabadtéri szilveszteri rendezvénye, illetve az utolsó sportrendezvény, este 8-ig leszünk majd nyitva, és ami újdonság lesz, hogy például lesz egy szuper döntője a póni galopp lovasoknak, tehát ez egy úgynevezett betétprogram az ügető, megszokott ügető futamok között. Ezekre a póni versenyre fogadni nem lehet, erre egészében nem lehetett. Úgyhogy itt elsősorban a gyerekek izgalma, a póni lovak szépsége, a küzdelem az, ami mindenféleképpen fontos, hogy a közönség számára ugyanon élvezetes legyen. És az idei évben az Ökumenikus Segélyszervezettel dolgozunk közösen, ez egy újdonság. Úgyhogy próbáljuk egy picit magunkat is, és a ügető szilveszterre látogató közönséget is érzékenyíteni. Tehát például a üdítőkből, forralt borból, ételekből vásárolt termékeknek bizonyos százaléka
az ökumenikus segélyszervezetet fogja szolgálni, aztán a Póniknak, a Póni versenynek a neve is az ökumenikus segélyszervezetet fogja majd szimbolizálni, úgyhogy több szállal próbálunk segíteni, illetve fölhívni a figyelmet arra, hogy karácsonykor, újévkor, szilveszterkor, ha tehetjük, akkor segítsük azokat, akik arra rászorultak. Galoppal kezdtük, ügetővel fejezzük be, csak azért is, mert ugye ügető szilveszterkor fejeződik be az ügető szezon, így van? Pontosan. Most hogy állunk ott, sampiátus szempontjából? Eldőlt már, vagy itt is az utolsó pillanatban fog eldőlni? Úgy tűnik, hogy ugyan még matematikailag meg lehet fogni az élen álló hajtót, de nagyon úgy tűnik, hogy ez nem fog már sikerülni. Itt is új bajnokot avatunk az ügető sportban, Miskolcsik Valentin személyében. Egy viszonylag kis istállóban hajt ő, de azok a lovak egészen fantasztikus formát nyújtanak egész évben, és gyakorlatilag elég komoly fölénnyel fog majd nyerni, ami a hajtók versenyét illeti. Mögötte viszont óriási tülekedés van. Egy-két győzelmen belül vannak 8-10. Ez mutatja azért, hogy mennyire kiegyenlített volt úgy egész évben a versenyek sokassága. A trénereknél pedig szintén nagyon úgy tűnik, hogy egy újoncunk lesz majd, már ami a championátust illeti, ott pedig Balogh Bernadett lesz majd a legeredményesebb ügető tréner. Tényleg Galopp trénerről nem ejtettél szót, kellett a championátus, Kovács Sándor? Nem. Ott van a dobogón, Stanislav Georgievnek voltak a legeredményesebbek a lovai idomárként, úgyhogy ott ő lesz majd a champion, viszont a zsoké kategóriában most idén nem ő nyert, hanem ifjabb Kozma István. Mindent nem lehet, ugye? Mindig, minden évben nem sikerül, vagy nem sikerülhet. Egészen fantasztikus évtizede volt, az idei évben is az volt, az idomári babér az most is megvan számára. Ez az új bajnok, ez a Kincsenparkban készült, az ügetőre gondolok, vagy... Igen, mind a ketten, tehát a hajtóknál is Miskolcsik Valentin istállója a Kincsenparkban áll, Vicen Pál az idomárja, egy, hát nem sértődik meg, hogy azt mondja, egy jó régi bútor darab, tehát a szakma a kisujjában van, egész évben jól mennek a lovai, talpon tudják őket tartani, és megtalálják mindig azokat a versenyeket, ahol optimális a nyerési esélye van, és Balogh Bernadett istállója is a Kincsenparkban készül, a prolongós lovakról kell itt beszélnünk, nagyon komoly összeget fordítanak évről évre a hazai csikók vásárlásakor, illetve ez az istálló nagyon szívesen, nagy előszeretettel néz szét a nyugat-európai árveréseken is. Rutka József az istálló tulajdonosának elég szertágazó kapcsolata is vannak, mind Svédországban, mind pedig Franciaországban, és hát komoly pénzekért vásárol külföldön lovakat is. És hát most egy nagyon jó elegye van az istállóban, nagyon sok jó fiatal lova van, akik sorra nyerték a versenyeket az idén. Jövőre? Lehet, hogy ők lesznek a bajnokok? Hát ez alapján az a lott összetétel ez jövőre is nagyon erős lesz, sőt, azért 3-4 évesen futják majd számukra a legfontosabb versenyeket, tehát ha az istálló állományát, összetételét nézzük, akkor gyakorlatilag ők a legesélyesebbek, hogy 2023-ban is a legjobbak legyenek, de hát azért addig még sok van hátra, de most úgy tűnik, hogy jövőre is akár nagyon eredményesek lehetnek majd. Zárásként. Nőtt a Kincsenparkban jelenlévők száma, közönség száma? A nagy versenyeknél mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy vagy meg tudtuk tartani a közönséget, vagy pedig igen. Itt azért a Covid utáni időszakban abszolút lehetett érezni a nagy versenyek látogatottságát, például a tavaly évben, hogy azért a Covid előtti számokat nem tudtuk produkálni, ezekben azért van egyértelműen pozitív előremozdulás. Kíváncsian várom, hogy ügető szilveszterkor, ha nem lesz ami extrém hideg, akkor én nagyon sok emberre számítok. És a fogadói szokás nagyon érdekesen átalakult, tehát a nagy napokon kívül az úgynevezett átlagos napjainkon a fogadói létszám, vagy a nézők létszám az nagyjából állandó, viszont a fogadási forgalmok alapján pedig úgy tűnik, hogy egyre többen vannak az online térben, és otthonról, vagy máshonnan figyelik az eseményeket, mert a pályán történő fogadásoknak a száma az onlinehoz képest jelentősen változott, átalakult.
ilyen szempontból érdekes statisztikákat lehet megfigyelni. De minden esetre akkor most nyugodtan lehet befejezni ezt az évet, jól sikerült, és lehet előre tekinteni 2023 felé. Soha rosszabbat, és így van, jön még egy nagy hajrá az ügető szilveszterre, januárban pedig nagy erőgyűjtés a 23-as esztendőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További sportosat.